A Debreceni Egyetem oktatási stratégiájának része a külföldi hallgatók bevonása. A más országokból érkező diákok az egyik legnagyobb számban a Civis Város intézményeiben tanulnak. Ezen túl pedig már az egészségügyi karon Nyíregyházán is elérhető az angol oktatás egészségügyi szociális munkamesterszakon. Előző évben próbáltuk megszervezni ezt az egészet, most szerencsére ebben az évben már sikerrel is jártunk. 18 hallgatót sikerült felvennünk erre a képzésre. Nyilvánvalóan ez idővel még fog picit változni, hogy hányan lesznek, mert szokásosan vannak lemorzsolódó emberek ilyen anyagoknál fogva. Viszont nagy valószínűség egy olyan 10-12 ember megmarad a képzésünkben, amelyet nyilvánvalóan évről évre szeretnénk tovább meghirdetni. A diákok többek között Nigériából, Jordániából, Szíriából és Egyiptomból érkeztek. Egy önköltséges hallgató van, aki saját magának finanszírozza az 5000 dolláros éves tandíjat. A többieket két ösztöndíjprogram segíti. A diákok már rendelkeznek egy alapdiplomával, illetve kommunikációs problémájuk sincs, hangzott el a tájékoztatón. Szinte kivétel nélkül mindenki azt mondta, hogy ezt a tudást, amit nálunk szereznek, azt majd otthon szeretnék hasznosítani, hiszen az ő országokban még a szociális munka is egy ismeretlen szakma, az egészségügyi szociális munka ezzel együtt hasonlóképpen, és hát itt olyan tudásokra tesznek majd szert, amit akár a közegészségügyben, akár népegészségügyi problémákban, vagy esetleg gyerekekkel, idősekkel kapcsolatos problémákban jól fel tudnak használni. A diákok szép országnak látják Magyarországot, Nyíregyházát pedig egy barátságos városnak ismerték meg, de azért is választották a Debreceni Egyetemet, mert jókat hallottak az intézményről is. Beilleszkedésüket és tanulmányaikat két magyar tanuló segíti majd. From Nigeria and I read a lot about Hungary. Nigériából érkeztem, korábban sokat olvastam Magyarországról, az iskoláiról, valamint az adottságairól, és ez eléggé meggyőző volt számomra, ezért is választottam ezt az országot, mert jól felkészült iskolái vannak, és az emberek is nagyon barátságosak. I will have my PhD here in Hungary, then I will go back to Syria. Miután megszerzem Magyarországon a doktori végzettségemet, a tervek szerint hazamegyek Szíriába, és az ottani diákoknak adom majd tovább azt a tudást, amit itt megkaptam. Otthon egyetemi tanár leszek, és a gyakorlatban használhatom majd a tudásomat, ugyanis a diákok azok, akik újjáépíthetik az országukat. Kihelyezett képzésként ápolás és betegellátás alapszakon belüli ápoló szakirányt indítottak a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskolán Beregszászon. Ez is elhangzott a sajtótájékoztatón. A kárpátaljai magyarság száma 140 ezer főre tehető, közülük a legtöbben Beregszászon élnek, ezért is választották ezt a helyszínt. A magyar kormány úgynevezett szülőföld programja tette ezt lehetővé. Összesen 13 nappal és 15 levelező tagozatos hallgató kezdte meg tanulmányait szeptemberben. Az előadások jelentős részét azt videokonferencia rendszeren keresztül közvetítjük, így a legegyszerűbb a képzés szervezés számunkra, hiszen mindenki jól tudja, hogy a határátkelés az problémás jelenleg, és természetesen a gyakorlatokat azt kint tudjuk megszervezni, a kinti főiskola jól felszerelt oktatótermekkel, számítógépes termekkel rendelkezik, illetve két új oktatótermet is kialakítottak csak az ápoló képzés számára. A múlt héten elfogadott új ukrán nyelvtörvény kapcsán annyit tudott az egyetem vezetősége hozzáfűzni, hogy ők addig tanítanak Beregszászon, amíg lehet. Arról jelenleg nincs még információjuk, hogy miben érinti az egészségügyi képzést az új törvény.